Portfolio Podcast Lab. Magyarországon pont a napnak a, a berobbanása miatt a kiegyenlítési költségek, az, hogy a rendszer az, az, mindig egyensúlyban legyen a termelés fogyasztás egyensúlya, annak a fajlagos költsége az szintén eléggé elszállt a az országokhoz képest. Ez elképzelhető, hogy ebbe csökkenés lesz, de biztos, hogy ez egy kezelendő kihívás. Na most ebben a szél tud segíteni. Tehát ugye, hogy a szél meg a nap Lehetőség itt ilyen szempontból barátok, mert ugye tipikusan a szél inkább nem akkor szokott fújna, amikor a napsüt, hanem az inkább a alkonyati, hajnali órákban. Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása. Én Szabólyám István vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Ma napelemes rendszerek és szélenergiás beruházások befektetési lehetőségeiről lesz szó. Itt van velünk a stúdióban Kovács Levente, az Ernst Young Parthenon elemzője. Szervusz! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Április elején az Energiahivatal közítette az úgynevezett betáplálási irányú csatlakozásról szóló adatbázist. Az elnevezéstől nem kell megijedni, ez a tízoldalas apró betűs Excel tábla végeredményben ugyanis arról szól, azt tette láthatóvá, hogy az ipari méretű napelemes rendszerek és az érkező szél előműves beruházásokkal kapcsolatban legalábbis üzletileg mi tűnik majd jó iránynak Magyarország számára. A táblázatban ugyan sok adat még egyeztetésre és kiegészítésre vár, de ami van, azt nálatok mérlegre és a meglévő adatbázisból is levontatok néhány talán meglepőnek is nevezhető megállapítást, de kezdjük el onnan, hogy kinek is fontos igazából ez az adatbázis. A kérdésnek a legfontosabb része az az, az hogy az energetikában, ha valaki felmegy a Eurostat, az energiahivatal, vagy bármelyik elemző cég honlapjára, akkor, akkor tel is tele lát olyan számokat, amik arról szólnak, hogy mi történt 22-ben, nyilván már 23-ban, vagy az elmúlt 10 évben. Általában múltról beszélünk. Ami ebben az adatbázisban publikálásra került, az azért különleges, mert a jövőről is szól. Tehát a Magyarországon az elmúlt 5-10 évben kinőtt a földből több mint 5000 megawattnyi naperőmű, ennek a nagyobbik része az a közcélú hálózaton, és ez, ez a legnagyobb, mondjuk az, hogy változás, innováció történés az elmúlt tényleg 5-10 évben, és ez azért is fontos, mert Magyarország adottságait tekintve ez a legkézenfekvő, egyik legkézenfekvő megoldás az zöldülésre és nagyon sok cég, ipari fogyasztó, pénzügyi befektető élhet meg ezen a piacon, a gyakorlatilag a szektornak a szereplőinek a száma az megsokszorodott a látszódi konferenciákon is, és abszolút új szereplők nőttek ki a földből, és ami ebben az elmúlt pár évben történt, az egy olyan változás, hogy szép lassan elfogyott a hely a hálózaton. Tehát amikor tényleg pár év alatt, gyakorlatilag a nulláról kinőtt 5-6 ezer megawattnyi naperőmű, ezt ugye úgy kell értelmezni, hogy ez a magyarországi teljes 7000 megawattnál nem sokkal több csúcsigényhez képest, ugye ez kb. 70, akár 80 is tud lenni adott pillanatban. Ez a fajta naperőmű kapacitás, ez, ez a régióban párját ritkító. Tehát más ennyire nem mondjuk azt, hogy ment előre, nem rohant előre a napenergiában. Ami azt is okozta, hogy elfogyott a hely a hálózaton, most leegyszerűsítve. Ugye a villamosenergia rendszer az elmúlt 70-80 évben alapvetően metaforával élve inkább volt egy súlyemelő. Tehát volt pár nagy erőmű, tehát egy tucat nagy erőmű vitte még tizen pár évvel ezelőtt az ország villamosenergia termelésének legnagyobb részét, és az most ez megváltozott. Tehát egy súlyemelőből egy triatlonistával képződik át a villamosenergia rendszer, úgyhogy közben működni is kell, és ez, ez nyilván ez, ez nem egyszerű, nem triviális, villamosenergia hálózatot fejleszteni az, az inkább 5-7 év, mint, mint mondjuk napereművet fejleszteni, meg 3 év. Tehát sokkal hamarabb lehet napereművet csinálni, mint amennyire a hálózatot fejleszteni, és ahogy mondtam, szép lassan a hely a hálózaton, ami oda vezetett, hogy volt egy időszak, amikor konkrétan nem volt új kapacitás, aztán elkezdtek drágulni, és most pedig elkezd élénkülni a másodlagos piac, tehát az a már kiosztott engedélyeknek a piaca, és az látszik, hogy a, ez a 5-6 ezer megawatthoz képest gyakorlatilag még, még egyszer ennyi megépülni váró, Naperőmű látszik. És amivel kezdtem, hogy ez miért fontos, mert az is benne van ebben a táblázatban, hogy ezek az erőművek legkorábban mikor tudnak üzembe jönni, konkrétan hol vannak, kik a, kik a konkrét fejlesztők, beruházók, és ami abszolút egy, mondjuk azt, hogy intim adat, hogy mennyibe kerül a csatlakozása ennek az egyes erőműveknek, és ebből azt is ki lehet számolni, hogy fajlagosan mennyi a díja. Ez Azt gondoljuk, hogy ez élénkíteni fogja azt a fajta piacot, hogy ezek az engedélyek, akár gazdát cseréljenek, vagy aki egyszerűen csak beruházni akar, az meg tudjon ezen a piacon jelenni befektetőként. A gyors jelentésből, amit publikáltatok, az is kiderült, hogy a rendelkezés álló adatok az összadatnak nagyjából a negyedét jelentik. Lehet-e az, hogy egészen más a kép, vagy egyébként ez biztos, hogy ez az irány az jó, Mit kell ilyenkor egy elemzésnél figyelembe venni? A publikálás iránya fontos. Tehát mi azokból vontuk le a következtetéseket, az, hogy a jövőben épülő naperőművek mennyibe kerülnek, ahol minden adat megvan, a csatlakozási díj is, a megavat is, meg az időpont is. 120 valahány ilyen adatpont van, ami azért nem kevés, tehát ez, 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 is, ez is több ezer. Mert eddig meg, nem meg, volt. Eddig semmi adat nem volt. Amikor, a, amikor valaki arról volt kíváncsi, hogy bejött hozzá egy ügyfél, hogy mondjuk hogy szeretne naperőműbe fektetni, akkor elkezdtünk telefonálni, érdeklődni, hogy melyik kereskedőnél, fejlesztőnél, hol van, hol van erőmű. Most igazából ez kis tudással bárki megteheti, legyen az erőműbe ruházó, ruházó, profi, investor vagy simán időzővetével egy zöldülni vágyó cég, azt megnézheti, hogy hozzá közel vagy távol, különféle méretben milyen naperőmű projektek, vagy akár szélerőmű projektek vannak, vagy lesznek, és ki tudja választani azt, hogy neki melyik szimpatikus, akár meg is keresheti ezeket a cégeket, hogy nem eladók-e, vagy nemet betásolni hozzájuk ez nyilván a finanszírozást is akár könnyíteni fogja, de a szereplők egymásra találását mindenképpen. És ugye persze mondhatjuk azt, hogy ez adat még nem teljes, a pohár nem tudom, félig harmadik tele van, de önmagában az, hogy ennek a, ez a publikáció az megtörtént, és van egy kötelezettség jogszabályi háttérrel is, hogy negyedéven ezeket frissíteni kell, szinte biztos vagyok benne, ez az adatok köre az nem csökken, hanem, hanem, bővülni fog, és minél több adatpont lesz publikálva, annál könnyebb lesz ezekből levonni konklúziókat, és az iránya fontos maga az út. Mi az, amit ma egy befektető, aki most érkezik a piacra, és tetszik neki ez a terület, ebből a táblázatból, illetve gyors jelentésetek alapján kiinduló pontként figyelembe vehet? Mit lát ő a piacon? Ugye egy laikus számára az látszódik, hogy ez a piac felrobbant, itt bármit, bármennyit látszólag lehetne investálni, tehát gombamód szaporodtak a ipari méretű napelemparkok. A híradások arról szólnak, hogy itt 2030-ig még legalább 5000 megawatt beépülhet, sőt 10 gigawattnyi beruházásról is beszélnek, de nem tudjuk azt pontosan megmondani, mondja a befektető, hogy ez mibe kerül. Tehát, hogy befektetési szempontból ez hogy néz ki. Ez, ahogy mondtam, az elmúlt 5-7 év azért ennek volt több szakasza. Ebből az 5-7 évből a legeleje úgy kezdődött, hogy volt ez a kátos rendszer, ez egy ilyen betáplálási garantált áru tarifa. Ez nagyon egyszerűvé tette a finanszírozhatóságát, meg a tervezhetőségét a egy Gyakorlatilag egy fix áron átvette és át is veszi ma is a rendszerrányító Mavir a termelt villamosenergiát a, a a projektől, a naperőműtől, amit aztán visszaoszt az ipari fogyasztók számára, és ez pénzügyi szempontból ez egy nagyon tervezhető valami. Ami meg lehet bankhitelt, ez, ez egy viszonylag egyszerű, és korábban főleg egy kifejezetten magas megtérülésű történet volt. Nyilván ez szép lassan a kezdeti idők után elfogytak a könnyebb és egyszerűbb helyek, és ugye látszódott az is, hogy, hogy ezek a fák nem nőnek az égig. Átálltunk egy, egy kicsit komplexebb metálrendszerre, és a vége pedig most már az kezd lenni, hogy az elmúlt években már olyan projekteket is látunk, amelyek abszolút különféle támogatás nélkül, gyakorlatilag tőzsdén vagy hosszú távú simán kereskedői szerződéssel megvásárolva valósulnak meg, és ugye az látszik, hogy a naperőmű kezd belépni egy abszolút életszakaszba, hogy már nem igényli azt a támasztékot feltétlenül, amit igényeltek korábban, és nyilván van egy technológia, fejlettségi szintje, a finanszírozók ezt megtanulták érteni, ezt a szektort, és, és, ott tartunk, hogy ez, ez magától is megállhat, és ebben a táblázatban nyilván az nem látszik, hogy ki az, aki ebből, ha csak azt nézzük, azt a 120 pár projektet, ami, ami, még nincsen is, 2028-ig várhatóan üzembe tud lépni, ezekből nem látszik az, hogy ki az, aki abszolút támogatott tarifával, és ilyen szempontból, mint egy kötvény fog tudni termelni pénzügyi szempontból, és ki az, aki abszolút szabadpiaci alapon vág bele, és azt, hogy mikor kapta meg az engedélyét, az sem látszik ilyen szempontból. Tehát az látszik belőle, hogy mikor fog tudni házatra lépni legkorábban, és ebben látszik egy egyértelmű trend, hogy 2024 és 2028 között a fajlagos csatlakozási tarifák azok elkezdtek drágulni. Tehát ahogy folyott el a hálózaton a hely, úgy a rendszerek üzemeltetői, az elosztói engedélyesek, meg a Mavir egyre később és egyre nagyobb fajlagos költséggel tudja beengedni az erőműveket a hálózatra, nyilván ahogy mondtam, a háttérben zajlik a rendszernek a fejlesztése. Éppen azt akartam kérdezni, hogy, hogy befektetőként én kevésbé érteném azt, hogyha van befektetői hajlandóságom, építenék, ezzel a hazafényre derül, akkor a szűk keresztmetszeteket a beruházás előtt miért nem sikerül időben eltakarítani? A kérdés az jogos, ha távolabbról nézem, akkor... Egy ilyesmi projektnek három dolog a fontos. Ahogy már előbb mondtam, alapvetően az, hogy milyen áron fogja tud eladni. Az ugye azért fontos, mert a villamosenergia az két évvel ezelőtt, amikor éppen villamosenergia, meg krízis volt, akkor volt, hogy több száz euróba került, most éppen 70-80 euró között van, és kicsit korábban meg volt 50 euró vagy az alatt is. És az, hogy most van-e fix ára, vagy egy, egy átvételi támogatott ár, amit egy bank is tud értelmezni, az nem mindegy, vagy, vagy ebben a nagyon nagy sávban tud mozogni az ár, és akkor ezt meg kell oldani a befektetőnek, hogy ezt mit fog csinálni a termeszvillamos energiával. A másik dimenzió a finanszírozás. Tehát nyilván egy mostani magasabb finanszírozási környezetben egyszerűen kisebb a, a relatív elérhető hozam ahhoz képest, amikor ez mondjuk olcsó volt, hogy magasabb a, magasabb a hozam elvárás ugyanazon a, az eszközön. A harmadik, és ilyen szempontból, amiről most beszélünk, itt a legfontosabb, az pedig az, hogy a műszaki feltételek van-e hozzá a föld, fel tudja kötni a hálózatra, fel tudja csatlakoztatni a hálózatra a, a naperőművét a beruházó, és ugye, ahogy előbb mondtam, maga az ár, a villamosenergiának az ára, meg a pénzügyi feltételek azért azért belegondolva, ezek nagy nagyrészt nemzetközi környezetben dőlnek el, vagy erősen befolyásoltak. Az, hogy a magyar villamosenergia rendszerre hogyan lehet és mit fel csatlakoztatni, azért az alapvetően tőlünk magyarországi cégektől és a függ. És ahogy előbb mondtam, át kell alakulni a villamosenergia rendszernek egy sokkal rugalmasabb, sokkal, ahogy mi is hívjuk, elosztott termelésűvé, és ez nem kicsi fejlesztést igénye. Úgy vasban is, mint IT-ban, távvezetékben különféle kereskedési platformokban, új termékekben és új filozófiákban, ami az egész iparágot átalakítja közben, és az, hogy ez fog-e működni, az pedig rajtunk múlik. És látszik, hogy ezt a villamosenergia rendszer meg fogja tudni ugrani. Tehát ebben a táblázatban is látszik, hogy most van 24-28-ig publikáltak adatokat, és 4,6 gigawatt, tehát hogy majdnem még egyszer annyi kapacitás fel fog tudni csatlakozni, hogyha az elosztókon és a Maviron múlik ettől az időponttól, tehát hogy négy év múlva akár majdnem meg is duplázódhat a mostani naperőmű kapacitás. És ez csak azok a kapacitások, amelyek nem mondjuk a otthoni háztetőkön, vagy egy ipavállalatnak a telepein, ami hívjuk a mérőn túl, történik, mert az is egy számottevő több száz vagy akár több ezer megawatt is lehet, hanem ez csak az, ami a hálózaton termelődik fel. Tehát önmagában egy duplázódás 2030-ig kapacitás oldalról a mostani szinthez képes nem kizárt. Az látszik, hogyha ezt az energiahivatal publikálni tudta, akarta, és nyilván ezeket az infókat, amik ebben vannak, ezeket, ezeket az engedélyesektől kapták, beruházókkal egyeztetve valamilyen szinten, az látszik, hogy a magyar villamos Energia rendszer kész ezeket a kapacitásokat, tehát ezt a 4,6 gigawattot, ahogy mi számoltuk, befogadni 2028-ig. Önmagában az a bizonytalanság, amit előbb mondtam, hogy az elmúlt öt évben szép lassan elfogyott a hely, nem volt egyértelmű, ez mennyibe kerül, hogy mikor lesz engedély. Önmagában ez az lista transzparensé vált, ez egy olyan fajta elköteleződést is jelent, azt gondolom, mint egy, egy origó, vagy egy, egy viszonyítási pont, egy szöveg, egy kájha. Innentől kezdve ehhez képes fog értelmezni mind a beruházó, mind az engedélyesek, mind a hivatal azt, hogy ezeket a kapacitásokat fel kell tudni engedni a rendszerre. Ez egy nagyon nagy szó. Ez a tyúk és a tojás így kérdése, úgyhogy most már tudjuk, hogy a tyúkkal kezdtük el, tehát a termelő, az van, most már a hálózat kell hozzá. Ebből miért következik az, hogy az új kiosztható kapacitások iránt igény csökkenni fog? Ebből még önmagában nem következik. Pont azt gondoljuk, hogyha megnézzük azt, hogy ez a mostani, csak ami biztosan értelmezhető, mondjuk 4,6 gigavatnyi naperőmű kapacitásnak a termelését veszem, 10%-os kihozatala van egy naperőműnek a mostani technológiával, ez gyakorlatilag most kb. 6 teravatolányi éves villamosenergia a termelést jelent, ami a mostani 40 pár 50 teravattórához képest egy 10 pár százalékot jelent, és az azt jelenti, hogy vannak is arra különféle más szakpolitikai előrejelzések, hogy mi gondolunk arról, hogy hogyan fog nőni Magyarország villamosenergia fogyasztása. Itt egy nagyon fontos azt leszögezni, hogy a villamosenergia fogyasztás az, az, az nagyon meredeken növekszik. Ennek van egy zöldülés oka is, van egy újraiprosítási oka is, és az, hogy most ez mennyire fog nőni, arra a konzervatívabb előrejelzések is simán mondanak egy 10, akár 20 terawattórát is a mostani szinthez képest. Bocsánat, de akkor ilyen szempontból a nap, akkor ha hatot meg tud termelni, bármilyen nehézségek mellett, tehát ugye a szabályozás probléma, a hálózatos csatlakozás probléma, az igénynek egy részét lefedezi. Így vagy? van. És itt a rész. de csak egy rész. Pontosan a részén is van hangsúly. Tehát ha azt gondoljuk, hogy, hogy mondjuk 50 terawattóráról fel fog menni a fogyasztásunk mondjuk 70 terawattórára, 2030-ra, ami nem kizárt, vannak ilyen előrejelzések is, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a 20 teravattórának kb. jó esetben a harmadát tudja csak a most már ilyen szempontból engedélyedés alatt lévő napörömű kapacitás megtermelni. Tehát egyrészt akár még lehet többre is igény, másrészt meg látszik, hogy nyilván csak napból ez nem fog az a fogyasztás növekedés tudni. Na, hogyha elégül. most fel, feldobtad a labdát, akkor menjünk szére. Ugye a jelenlegi kormányzati energiastratégiában is az szerepe, hogy a szelet most már beengedik csusszanni a rendszerbe. A jelenlegi 329 megawattnyi engedélymel, én nagyjából 300 megawatt, ami termel, amellé egy 670 megawattnyi kapacitásbővítést engedélyeznek, vagy terveznek építeni. Nem érdekel a politikai része. A szakmai része érdekel, hogy ez a 670 szerinted, ez egy óvatos első lépés, ami aminek a tapasztalatait a későbbi lépésekhez fel lehet használni. Tehát, hogy hogyan lehet egy ekkora új technológiájú, új igényű rendszert beilleszteni a magyar villamosenergia rendszerbe, és akkor ez lehet egy stáció, és akkor ennek lehet második üteme is, mondhatunk egy másik számot, vagy egyébként ennyi van, és akkor ezzel kell gondolkodni. Önmagában, ugye, ahogy te is mondtad, 300 megawattnál sokkal több most nem működik itthon, Ha megnézzük Ausztriát, Romániát, környező országokat, akár azokat is, akiknek nincsen érdemben tőlünk eltérő földrajza, vagy, vagy sokkal több, mondjuk offshore, tehát hogy vize. A gyakorlatilag a szélenergiában előttünk járnak kapacitásban, tehát napban Magyarország ment elő, szélben, pár környező ország. És ami fontos, hogy az, hogy a szél potenciál mennyi, nagyon sok paramétere van, a legfontosabb pont a nap miatt az a hálózati csatlakozás. Tehát, hogy hol mit lehet felengedni a hálózatra, hol mit tud elbírni a hálózat úgy kapacitást, tehát maga a, drót vezetéket ki, kihúzni. A másik pedig maga a kiegyensúlyozásnak a kérdése. Ugye nem beszéltünk, de az egy Magyarországon pont a napnak a, a berobbanása miatt a kiegyenlítési költségek, az, hogy a rendszer az, az mindig egyensúlyban legyen a termelés fogyasztás egyensúlya, annak a fajlagos költsége az szintén eléggé elszállt a az országokhoz képest. Ez elképzelhető, hogy ebbe csökkenés lesz, de biztos, hogy ez egy kezelendő kihívás. Na most ebben a szél tud segíteni. Tehát ugye, hogy a szél maga napos most a ilyen szempontból barátok, mert ugye tipikusan a szél inkább nem akkor szokott fújni, amikor a nap sült, hanem az inkább a alkonyati hajnali órákban. De látszik, hogy ez a kettő ez jól megfél egymás mellett, és ugye mind a kettő zöld, mind a kettő helyben termelhető, akár még ebből a mostani lista szempontjából is releváns, hogy akár a nap és a szél össze is tud bútorozni, hogyha ez a műszaki szempontból abban a kapacitásban belefér, akkor utána tudja a, finanszírozásban is ezt valamilyenféle közösséget vállalni, a kiegyenlítő költség azt tud többfelé oszlani, vagy akár még egyébként csökkenni is fajlagosan, mert a, ahogy előbb mondtam, a nap és a szél által kombinált erőmű, annak kisebb a volatilitás, és abban előre érezhető az, hogy mikor fog mennyit termelni és akár pénzügyi szempontból nézve ez egy jobb megtérülést is tud hozni, ha valaki mondjuk a szélerőmű parkja mellett naperőmű parkot csinál, vagy fordítva. Egy Tehát ez irányba tolja. Így van, hisz. így van, így van. És a magában most a kérdésvezetet nem megkerülve, az örömteli, hogyha mondjuk több száz megawatt a következő időszakban be még épülni a mostani 300 mellé, már beljebb vagyunk, mert akkor lesznek róla tapasztalatok, lesz róla gyakorlati beruházói tudás, azért az látszik, hogy a a naperőmű az viszonylag egyszerűen skálázható a műszaki szempontból. Tehát ha megvan az, hogy ez konkrétan hol van, milyen a dőlészfőg annak a területnek, akkor az, hogy mennyi lesz a kihozatal, mert mi a technológia, mit tud, az gyakorlatilag tized pontosága jó becsülhető. Az, azt, nap minden nap fel kell. Nap minden nap fel kell. Az, hogy most mennyire van esős, felhős idő, az meg addig szintén egyet erről lehet jelezni, de a kihozatal éves szinten azért az nagyon jó becsülhető előre is. A szél azért picit azért, azért macerásabb, mert pár méter magasságban nem úgy fúj, mint mondjuk száz méter magasságban, az, hogy pontosan hol van, az sem, az sem teljesen minden, és az fontos, hogy a magyar szélenergia szektor, mint olyan, az kiépüljön, vagy kiépülhet ennek a mostani mondjuk azt, hogy jogszabályi könnyítésnek a hatására. És ilyen szempontból ez jót fog tenni a villamos rendszer többi részének, és ahogy előbb mondtam, a kiegyenlítő költségnek biztosan. Akkor, hogyha a napelemet tekintjük Don a szelet Sancho panza -nak, akkor az akkumulátorokat minek tekintsük? Én azt mondanám inkább, hogy a, az biztos, hogy a, a, nap és a szél is hotel. Tehát önmagában mind a kettő megújuló energiaforrás, mind a kettő, ahogy előbb mondtam, itthon van, itt elmelődik meg, és a kettő kiegészíti egymást, és robusztusabbá teszi a villamos a rendszert, ez örömteli. Maga az akkumulátor a, van Tehát, hogy az akkumulátor abban tud segíteni, hogy amit előbb mondtam, ezt a fajta bizonytalanságot, amit egyébként egy gázerőmű, atomerőmű, tehát hagyományos erőművek tudnak, azt inkább tudja egy időjárás függő technológia is. Tehát, hogyha amikor nem azt hozza ez az erőmű, mint amit tőle elvárnak, vagy amit a, az üzemeltető ígért, akkor a akkumulátor az tud segíteni föl vagy lefelé pontosságban. Nyilván ez egy plusz technológiai szempontból, meg üzemeltetni is kell, de biztos, hogy, hogy sokat fog tudni javítani az üzemeltethetőségen kereskedői szempontból. Abban a pillanatban, amikor ezt befektetői szemmel nézem, akkor azt látom, hogy ez a piac bárhová nyúlnak befektető igényű. Tehát a következő évtized arról szól, hogy ide végtelen mennyiségű pénzt lehet betenni. A kérdés az, hogy mikor és hová. Olyan szempontból ez egy nagyon fontos különbség mondjuk a hagyományosabb technológiákkal szemben, hogy előbb is mondtam, csak mondjuk azt, hogy egy szénnel működő erőmű, vagy egy más ilyen, ilyen típusú erőmű, hogy annak van működési költség. Abba bele kell lapátolni a szenet, meg kell hozzávenni külföldről vagy itthon a, a, gázt, ami jelentős, értelmezhető része az összes költségnek. Ami nagyon nagy különbség ilyen szempontból a szélbe, naba és egy akkumulátorba is, hogy ezek fejnehéz történetek, fejnehéz beruházások. Elé meg kell venni az eszközt, amit azért ugye mondjuk a nap, meg a, meg a alapvetően külföldön gyártják, a az akkumulátort az most már itthon is, de meg kell venni, és utána igazából üzemeltetésen kívül sokat nem kér enni. Ez egy hatalmas különbség a kettő között, és ilyen szempontból, ez befektetői szempontból ez, ez, sokkal inkább előtérbe helyezi a finanszírozási kérdéseket. Legyen most az a különféle támogatások, vagy a banki finanszírozás, ennek a költségszintje a sokkal meghatározóbb, mint amikor arról beszélgetünk mondjuk, hogy egy hagyományosabb típusú technológia akkor, amikor a napokban azt olvasom a hírekben, hogy a MOL 100 halombatán egy zöld termelő és tárolórendszert telepít, amikor azt olvasom, hogy Sümegen egy 25 megawattos napelemes erőmű mellé konkrétan egy óriási méretű akkumulátorpakot telepítenek, akkor ezt nekem befektetőként úgy kell néznem, hogy akkor ez egy startolási folyamat része, és innen majd minden sokkal inkább felgyorsul és sokasodik? Igen vagy nem? Röviden igen. Ketté választanám, mert ugye az akkumulátorok azok önmagukban az energiatárolásról szólnak. előbb mondtam azt a, a gyengeségét a időjárás függő technológiáknak, annak és a szélnek, hogy az nem termel akármikor, és nem annyira könnyen menedzselhető. Ezen sokat segít az akkumulátor, amennyiben most nyilván olyan beszélünk, amik ebben a szabályozásban a részt vesznek. Ha a hidrogén nézzük, az az egy sokkal színesebb történet, úgyis az, hogy nem csak ugye a az hidrogénnek a különféle előállítási formái, hanem az is, hogy mire használják fel a hidrogén az, az olyan szempontból speciálisabb, hogy az egyszerre szolgál ipari alapanyagként, és a mol ilyen szempontjából inkább erre használja fel, úgy tudom. Tehát ott a, a molnak a és egyébként nem csak a molban, hanem van Magyarországon még néhány ilyen nagyobb ipari ahol a hidrogén, mint alapanyagként használják fel vegyipari folyamatokban, és az elmúlt évtizedekben szintén volt hidrogénfogyasztás, csak ezt földgázból állították elő, nyilván a, kvóta, a CO2 kvóta az egy plusz költséget jelent, és ilyen szempontból a most meglévő hidrogénfelhasználásnak a zöldülése az, amit szerintem most történik annak érdekében, hogy ezek a cégek a zöld céljaikkal tudjanak előrébb haladni, és egyébként költséget is megtakarítani ezzel, nem utolsó sorban. Amikor arról beszélünk, hogy egy naperőmű mellé tesz valaki hidrogén termelő eszközt, az, az pedig szintén egyébként inkább ilyen szempontból az akkumulátorokhoz van köze. Puffer. Egy puffer pontosan, mert a hidrogén gyakorlatilag ilyen szempontból, mint a Földjátos hasonlóan működő, tehát egy fizikailag körbehatárolható helyen lévő gáz, amit aztán lehet arra használni, hogy azt tüzelőanyagcellába elégetve, abból lehet csinálni megint villamos energiát. Az időszakos energiatárolásról szól a hidrogén, és ilyen szempontból az akkumulátornak valamilyen szempontból versenytársa vagy kiegészítője. Nyilván ez több minden műszaki és kereskedelmi kérdésetől függ még, hogy melyik milyen szinten fog befutni hosszú távon jövőt, és milyen jövőt pontosan ez volt a checklist vasárnapi különkiadása. Új checklisttel holnap jelentkezünk. Én Szabó M. István voltam, és a vendégem Kovács Levente az Earth and Young Pantheon elemzője volt. Köszönöm a beszélgetést! További szép napot kívánok!